Szolnoknak azért van egy jelentős katonai múltja, amit hát nyilván ennél régebbre datálunk, de 49. március 5-én azért volt egy jelentős csata, amit a császári itt lévő helyőrség, a Káger dandár ellen a damjani svéd hadtestek hajtottak végre, egy dicsőséges második szolnoki csata, mert ugye először február 22-én Perccel már elfoglalta a város, de visszavonult, és utána másodszor is sikerült a Tiszának a jobb hétfőjét elfoglalni, ami egy kiindulási pont lehetett a tavaszi hadjárat további eseményeihez. Tehát egy olyan jelentős dolog, amit nekünk minden évben sikerül feleleveníteni. A múltunkban vannak azok a csaták, illetve azok a háborúk, amelyen belül tanúsított magatartásformák, viselkedésformák, illetve a hazafiasság a mai katonáknak is meghatározó jelentőséggel bír. Nem vékonyodhatnak el hagyományaink, a hagyományaink tartani kell, hiszen ezek azok az alapok, amire építhetjük a mindennapjainkat, ezek azok az értékek, amit itt láthatnak, ami irányt kell, hogy mutasson számukra a mindennapokban.